Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: Boldog a mi, amely hordozott téged és az emlő, amelyet táplált. Erő így válaszolt: És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják. Ezek az evangélium igényé. Testvéreim, Mária élete, Mária tisztelete az egyházban kezdettől fogva mindig fontos szerepet játszott. Sőt, néha megvolt az a kísértés, hogy mivel Mária életéből sok mindent csak epizód szerűen tudunk, ezért az ő életét valahogyan az emberi fantázia szerint kiszínezzük, kirajzoljuk. Valóban a Szentírás nem túl sok mindent mond el Máriáról. Mégis az, amit elmond, az egységben van. Azt is mondhatjuk, hogy az egy teljes életet mutat, hasonló ez Jézus világához. Ugyan Jézus életéről, tanításáról természetesen sok mindent elmond a Szentírás, az Evangéliumok, de nem az volt a cél, hogy egy életrajzot adjanak, hanem egy egészen más. Célkitűzés indította az evangelistákat, amikor Jézus életét megpróbálták leírni. Egy lelkületet, egy belső életet, egy személyes világot írtak le, amit nem fontos minden részletében ismerni. Külső vonatkozást tekintve. Ha Mária életét, lelkületét, ezt a belső világot megpróbáljuk nagyon-nagyon tömören összefoglalni, általánosítás nélkül, akkor azt mondhatjuk talán, hogy két irány van benne. Két ellentétes irány, és mégis egy egység életének tulajdonképpen az első szakaszát úgy foglalhatjuk össze, hogy minden Jézusért, az ő gyermekéért történik. Ennek a lelkületnek a másik oldala, amely már a felnőtt Jézus, a tanító, Gyógyító, üdvözítő Jézus és Mária kapcsolatát jellemzi. Talán így foglalhatjuk össze minden Jézustól. Ez Mária világa. Nagyon egyszerűnek tűnik ez. Valójában, aki egy kicsit is gondolkodik, egy kicsit is követni akarja ez. Az rögtön rájön, hogy nagyon gyorsan, hogy ez egyáltalán nem kevés. A minden szó nagyon könnyen és gyorsan hagyja el a szánkat. Valójában a minden az ember számára, az embertől nézve, a mi világunktól, a mi személytől nézve azt jelenti, hogy az egész lényem egy irányba mutat, egy irányba mozog, egy célért tör előre. Látjuk embereknél, különösen akik valami nagy teljesítményt akarnak letenni, hogy mennyire koncentráltan kell gondolkodniuk, cselekedniük, élniük. Minden napjaikat, minden percüket így osztják be. Itt azonban még többről van szó. Arról, ami kifejeződik Mária imádságában. Én az Úr szolgáló leánya, nem pusztán nem valami szolgálatról van szó, hanem arról, hogy Mária egész lényével nyitva van az Úr üzenete felé. És amikor Jézus megszületik, és gondozza, tanítja, megöleli az ő melegén, az ő szeretetén, az ő szívének a ritmusán keresztül, fogja föl ez a gyermek az emberi természetnek a világát, azt a világot, mely egyre nyíltabbá válik az Isten, az mennyei atya felé. Természetesen ebben a gyermekben ott lakik az Isten fia, de Mária az, aki fölkészíti egész emberi cselekvésében, ennek a fiúi világnak a hordozására. Ennek a fölkészítése, ez nem hordoz hiányokat Mária létében. Nem hordoz töréseket. Egészen átfogó és egészen mindennapi. Egészen kitűnik ebben a cselekvésben az ő mély hite. Óriási Ábrahámnak a hite, amikor mindent odaad, amikor az Isten azt kéri, hogy Izsákot áldozza föl. Mégis Mária hite, szíve, odaadottsága, Jézusért, azért művéért, amit nem tud programszerűen, de ismeri az Isten szeretetét. Ez teljesen egyértelmű. Mindent meghaladó. Ezzel jellemezhetjük talán Máriának, Mária lelkületének az egyik vonását. A kánin mennyegzőt ismerjük, és amikor elfogy a boruk, mennek Jézus anyához, Jézus anyja meg Jézushoz, és ismerjük Jézusnak azt a nagyon határozott, egyértelmű kijelentését, még nem érkezett el az én órám. Ugyanakkor Mária, amikor visszamegy ezek az emberekhez, azt mondja, tegyetek meg mindent, amit mond. Ez egy nagyon egyszerű mondat. Nagyon egyszerű tény. De itt kezdődik talán Mária életének, lelkületének a másik oldala, egy új nyitány. Amikor elkezd a tanító, a nevelő, a gondozó gondozottá, tanulóvá lenni. Elkezd Jézustól tanulni. Nem tudja előre a kész történéseket. Jézustól kezd tanulni. És ez végig kíséri az ő egész útját Jézus útja mellett. Mert tanulóvá lenni, befogadóvá lenni. Mert teljesen ráhagyatkozni arra, aki rá volt bízva, aki tehetetlen volt nélküle tulajdonképpen itt Mária, mint az egyház ősképe lép elő. Azt is mondják, hogy Mária itt az egyház reál szimbóluma, akiben már megvalósul az egyház lelkülete, itt már realitásként lép elé, elénk ez a világ, ugyanakkor még nem teljesedett ki. Ez a lelkület egészen húzódik a keresztre feszítésig. Akkor Jézus azt mondja, íme a te fiad. Azt is mondhatnánk, hogy íme az, vagy azok, akik közel lépnek Jézushoz azok mind a te fiaid, mind ugyanazt a lelkületet, életet, érzést, világot, mélységet, létet, gyökérzetet hordozzák. Természetesen, és sajnos mi nagyon töredékesen. Mária azonban hibátlanul nincs egy szava, nincs egy kérdése a kereszt alatt. Míg az angyali üdvözletben van kérdés, a kereszt alatt nincs kérdés. Azt is mondhatnánk, hogy csak egy ráfigyelés, csak egy ráfordulás van erre a drámára. Igaz, hogy ez a halálnak a drámája, de emögött meghúzódik valami egészen más, az új élet. 42. decemberében, amikor Stalingrád körül bezárult az ostrom, a, a gyűrű, szoroz gyűrű, és nagyon reménytelenné vált már a helyzet. Egy evangélikus lelkész, aki jól tudott rajzolni, leült, és rajzolt egy Mária képet. Egy nyakkendőszerű papírra. Ezért nevezték is ezt a képes nyakkendős Máriának, de csak a külső forma miatt, de ennek ez lényegtelen. Egy pince bejáratra kitűzte ezt a képet, és alá tett egy mécsest. Senki sem mert egy megjegyzése tenni. Mindenki megérezte, és nem megérezte, mindenki tudta, minden nap, minden pillanatban, az a legkevesebb, ha azt mondjuk, hogy a halál torkában van. Ott voltak. Az életnek az esélye kimondatlanul is szinte a semmi volt. Mindenki megtanult valami nagy-nagy tisztelettel lenni ez előtt a Mária kép előtt, de ez a legkevesebb, hanem ahogyan pisnákolt ez a kis mécses. Úgy érezték, hogy valaki köztünk van. Valaki abba a halálba, megsemmisülésbe, semmibe, amit reménytelenségben, amit ez a helyzet jelent, ez ott van. Ez a lelkész nem került vissza a háborúból, Viszont az utolsó gépek egyikével visszakerült a családhoz ez a kép. Ezt a képet elvitték Berlinbe, az egyik evangélikus templomba, annak ajándékozták, és a hidegháború alatt, a háború árnyékában rengetegen zarándokoltak ehhez. Ez a történet talán Kifejezője annak a helyzetnek, ami ma van. Természetesen nem a háborús körülményekre gondolok, hanem arra az állapotra, hogy mit jelent az, hogy emberek tömegei hagyják el a jó Istent, hagyják el az egyházat, gondolkodnak úgy, hogy az életüket egyedül meg tudják alapozni. És valljuk be őszintén, a külső szemlélő számára sokszor úgy néz ki, hogy ez sikeres. Ez vonzó. Bárkit megkísért ez. Azonban, bármennyire is eredményes egy ilyen helyzet, egy szempontból van benne egy óriási kérdés. Ez az óriási kérdés pedig az ember szívében van. Sok mindent elérhet, megkaphat az ember. Egyet nem. semmi nem tudja kimondani feléje, hogy én szeretlek téged. Egyet nem tud kimondani senki közülünk sem a másiknak. Én minden körülmények között, mindennel szemben élő szeretet tudok lenni a számodra. Pedig az élet az ember számára, mi számunkra, nélkülözhetetlen. Minden nap ez visz előre bennünket, egy titokzatos élet felé. Egyetlen egy valaki van, aki minden tagadás közepette, minden elutasítás közepette, ki tudja mondani és ki mondja, hogy én szeretlek téged. Visszavonhatatlanul, mindörökké, az én szeretetem számodra az élet. Mert én az élet vagyok. Ezt az Isten tudja kimondani minden embernek. Minden ember szívének. Ennek a képviselője Mária. A kereszt alatt. Ezt a jelet, amit ő ad, egy élő, valóságos jel, nem lehet megfordítani. Aki megfordítja, az tulajdonképpen igenli a halált, a megsemmisülést, a semmit. Mária az életet igénye, igénye, igenelte, a kereszt alatt is. A kérdés, ma is ez. Mit igennünk nem csak a végén, hanem ma? Nehéz, kilátástalan pillanatban is, amikor úgy néz ki, hogy az élet sikeresebb, ami meggyőződésünk nélkül, ami hitünk nélkül, amikor a mi szavunk nem fontos, amikor a tevékenységünk nem jelent számottevő erőt a társadalomban, akkor is akkor is ez az ígéret, ez a tett, az Istennek ez a tette, ott van a szívünkbe. Az Isten ezt nem vonta vissza, és nem vonja vissza. Ezzel a kísértéssel szemben sem. Ez az az esély, amiben Mária élt. Ez az egyház esélye. Ez a mi hitünk, életünk, mindennapunk, imádságunk. Áldozásunk, Istenhez fordulásunk, világa. Ezt mutatta meg nekünk már, és mutatja meg. Ma is. Mert velünk van, mint az egyház első, legnagyobb, legnemesebb, legegyértelműbb tagja. Köszönjük neki azt, hogy ilyen volt a hite. Megköszönjük azt is, hogy így bátorít minket. Megköszönjük azt, hogy megmutatja nekünk minden nap, hogy erre a hitre az Isten mindig az élő, szerető szavával válaszol. Igennel.